Egy csupa szív ízig-bélig harcos, a modern küzdősportok sokaságában otthonosan mozgó, sokak által kedvelt sportoló és oktató, szombati tragikus halála miatt égnek a mécsesek a szekszárdi sportutcában az általa alapított Maori Team edzőtermelőt. A döbbenet, az értetlenség ül ki az arcokra. Bas Krisztián, a MAK egészségesnek vélt, semmilyen betegséggel eddig nem küzdködő, sokak által kedvelt fiatalember 38 éves korában, illetve első rosszulétét követően tüdőemboliában elhunyt. Az orvosok már nem tudtak segíteni rajta. A küzdősportok világában a döbbenet, az értetlenség ül ki az arcokra a szekszárdi sportember tragédiája miatt. Krisztiánt országosan is sokan ismerték, mi több elismerték. Szombaton dolgoztam, kint anyánkat bontottunk, elmentem le a családdal, mondom össze, egy kicsit elmegyünk, ebédelünk egyet, Baján elmentünk Potyhacsárdába, ott ért a telefon, ahogy hozták ki a kaját, lezsibbadtam egy étvágyam, nem, hát ezek után étvágy nem is lett volna az embernek, és majdnem, hogy ordibálva kérdeztem a srácot, mondom, ez igaz, aki telefonált nekem, mondom, ez igaz, ne, tényleg Vas Krisztián, mondom, biztos, Krisztián, biztos, mai napig. Nem hiszem el, de rajtam kívül szerintem több ez ember, több száz ember, több ezer ember nem hiszi el, aki ismerte, mert nagyon sokan szerették, ismerik Krisztiánt, nagyon sokan. Az edzőpartner, szintén közeli barát, Székely Ferenc, földharcos, nem kevesebbet állít, mint azt, hogy nehezen pótolható, óriási űrt hagyott maga után a küzdősportokban Krisztián. Úgy is, mint szép sikerek elérésére törekvő MMA-s ketrezharcos versenyző, és mint felkészült oktató edző, aki ez utóbbira az életét tette fel, ezért is alapított klubot, bérelt helyiséget éveken át összespórolt pénzéből. Az egész város rengeteget vesztett ezzel ez a tragikus esettel, ami most itt történt, mert tényleg rengeteget vesztettünk. Tehát a gyerekek, ő volt az, aki a gyerekekkel legjobban foglalkozott ebbe a szegmensben. Profi boxolóként kezdte pályafutását Vas Krisztián, bemutatkozott a szekszárdi küzdősportgálákon is. Néhány év elteltével váltott az új, a mai modern küzdősportok irányába. Elsajátította a Thai box alapjait is, a brazil birkózásban, a jiu-jitsuban is otthonosan mozgott. Ezek hiteles oktatójává, edzőjévé képezte magát, hogy az említett sportok egyvelegének tekinthető, világszerte egyre népszerűbbé váló MMA-ban, a ketrecharcban is még mindig aktív versenyzőként kipróbálhassa magát, ösztönző példát mutatva ezzel tanítványainak. Nagy álma volt, hogy idáig eljuttasson egy-két versenyzőjét a későbbiek során.